Ez a Pápavárosi Televízió hírműsora szerdán, köszöntöm nézőinket! Május 9-én pénteken ülésezik Pápaváros képviselőtestülete, azt megelőzően a részönkormányzatok a véleményezési jogkörükbe tartozó napirendi pontokról tárgyalnak. Tegnap a Kéttornyulaki Városrészi Önkormányzat tanácskozott. Pápaváros önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtása az egyik napirendi pont, amelyről tárgyalnak az eheti városi képviselőtestületi ülésen. A részönkormányzatok, mivel véleményezési jogkörrel bírnak, az ülést megelőzően szintén foglalkoznak a kérdéssel. Kéttornyulakon elhangzott, Pápaváros önkormányzata az önként és kötelezően vállalt feladatait egyaránt teljesítette tavaly, úgy, hogy a város pénzügyi stabilitása biztosított volt. Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető beszámolóját a Kéttornyulaki részönkormányzat elfogadásra javasolja a városi képviselőtestületnek. Csak úgy, mint az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámolót. Ennek kapcsán Olá Márta, az Egyesített Szociális Intézmények gondozási központjának vezetője beszélt arról, hogy milyen tevékenységet folytatnak. Többek közt megemlítette az adományszolgáltatást, a családi tanácsadást, az ingyenes jogsegélyszolgálatot. A Kéttornyulaki részönkormányzatot követően ma a Tapolcafői részönkormányzat ülésezik. Második helyezést szerzett a Petőfi Sándor Gimnázium egyik diákja a Bot Péter országos könyvtárhasználati versenyen. Hajnal Réka, a 9. osztályos tanuló már másodszor indult a megmérettetésen. A tavalyi országos 6. helyezés után idén az élvonalba sikerült bekerülnie. A diáklányt az iskola könyvtárosa Varga Mária készítette fel a versenyre. Nagy dicsőség az iskola számára ez az országos második helyezés. De a felkészítő tanár számára is komoly jelentőséggel bír, árulta el Varga Mária iskolai könyvtáros. A statisztika szerint körülbelül ezeken a versenyeken úgy összesítve 1300 gyerek vesz részt, tehát 1300 gyerekből ő országos második helyezést ért el a szóbeli döntőn, úgyhogy ez nagyon-nagyon szép eredmény, és az iskola számára is nagyon nagy dicsőség. Ilyen még sose volt ilyen eredményünk. Úgy készültem, hogy főleg a témából, a tavalyi ismereteimet pedig felelevenítettem, hogy a könyvtáros elméleti ismereteket. Hogyan fogadtad az eredményt? Nagyon örültem neki, és meglepődtem annak is, hogy bejutottam, mert elég nehéznek találtam a megyei fordulót, és nem gondoltam, hogy erre elég. Körülbelül 20 éve minden esztendőben indít a Petőfi Gimnázium iskolai könyvtárosa tanulót a Bot Péter versenyen. Hát, hogy miért? Végül is szerintem ez rajtam múlik főleg, mert én sokat noszogatom őket, és a találok tehetséges tanulókat, akik szeretnének is jönni, nem csak tehetségesek, hanem motiváltak is, hogy jönnének versenyezni, akkor összejön a kettő dolog, és tudunk versenyezni. Mondjuk ez úgy 20 éve már eddig összejött. Hát egy kicsit pesszimista vagyok a jövőt illetően, mert az utánpótlást még nem találom. Tehát most tényleg a csúcson vagyunk, én nem is tudom, hogy ezt hogy lehet tovább fokozni már, de ha megtartanánk, az is jó lenne. A könyvtárhasználati vetélkedőn egy adott könyvtár állományában kell keresni a versenyzőknek, kézikönyvekben, folyóiratokban, adatbázisokban kell kutakodniuk, sőt idén nagy hangsúlyt kapott az országos döntőn az internetes keresés, illetve a PowerPointos bemutató készítése is. Tudtuk meg az országos második helyezést elért versenyzőtől. Gőzerővel készül a Pápai Lovasklub a nagy rendezvényére, a Lovasmajálisra. A szervezők már hetek óta azon fáradoznak, hogy a hétvégi programokra minden készen álljon. Pénteken nyílt nappal indul a Lovasmajális, majd szombaton a szórakoztató programoké, míg vasárnap a sporté lesz a főszerep. Megtörtént a lovasiskolában a tereprendezés, a füvet lenyírták, az akadályparkot felújították, virágokat ültettek és az ülőhelyeket is rendbe rakták. Mára szinte minden készen áll a lovasmajális látogatóinak fogadására. A díjugrató versenyszámok mellett szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Az első világháború kitörésének évfordulójára, hogy mivel Pápán ugye a 7-es honvéd huszárok ugye az első világháborúban vettek részt, és azoknak tiszteletére csinálunk egy huszárkarusszert, majd egy első világháborús történelmi képet. Azon kívül lesz, mivel hála Isten azt mondom, hogy elég sok gyerek jár most lovagolni a lovasiskolába, azoknak a gyerekeknek lesz egy kis házi verseny, egy kis gyerekügyességi verseny, és akkor folytatónak napközben ugye a pónigalop középdöntő, majd a nap
későbbi szakaszában pedig a döntő része lesz. Ez szintén ugye a gyerekek vesznek ebbe a versenyszámba részt, majd lesz úgynevezett trükkugratás, ahol megpróbálunk ugye asztal keresztül ugratni, fölfekszik rá valaki az asztalra, vagy mozgórudat, talicskártoló ember. Tehát ilyen próbálunk egy kicsit ilyen közönség szórakoztató versenyszámokat, bemutatókat összerakni. A két nap során folyamatosan várja a gyerekeket az állatsimogató és kézműves kirakodó vásár is színesíti a programot. Vasárnap jobbára a sportolók uralják a lovasiskolát, de a látványos versenyszámok között Solymász bemutató is várja a látogatókat. Györfi Villám András családja fogja csinálni, tehát egész nap meg lehet nézni a solymokat, lesznek akár, ha kell, lesznek előadások is, és délutáni órákban pedig a két diugrató versenyszám között lesz pedig egy solymász bemutató. A Pápaváros 800 éves évfordulójára összeállt ünnepségsorozat részeként szervezett lovasmajálist Pápaváros önkormányzata is támogatja. A rendezvény pénteken 10 órakor nyílt nappal kezdődik, majd szombaton és vasárnap díjugrató versenyszámok és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. Híreink után kérem hallgassanak meg egy közleményt. A május 8-ára meghirdetett amatőr csillagászati szakkör foglalkozása elmarad. A rendezvényt május 15-én, csütörtökön 17 órától tartják a Pedagógus Művelődési Házban. Most pedig lássuk, milyen időre számíthatunk holnap. Csütörtökön kezdetben sok lesz felettünk a felhő, többfelé várható eső, zápor, délután északon, északkeleten zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a szél, az enyhe hajnalt követően napközben 17 és 22 fok köré melegszik a levegő. Kedves nézőink, ez volt a Híradó szerdán, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!